A már jól megszokottnak is nevezhető fokozott közúti ellenőrzés zajlott a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén, így természetesen a településre vezető főbb útvonalakon is. A szeptember 8-án, 9-én és 10-én megtartott ellenőrzés során a biztonságra helyezték a hangsúlyt a rendőrei, azaz azt figyelték elsősorban, hogy a biztonsági övet, a gyermekülést használják-e a vezetők, illetve hogy nem telefonál-e vezetés közben. A közlekedés-rendészeti osztály vezetője hozzátette, a baleset megelőzése a legfontosabb céljuk, ám aki nem tartja be az alapvető szabályokat, az egyre szigorúbb büntetésekre számíthat. Augusztus 1-e előtt a rendőr helyszínbírságot szabott ki ezen szabálysértésekért, illetve figyelmeztetést vagy szabálysértés feljelentést alkalmazott. A helyszínbírság összege 3000-től 20000 forintig terjedt. Itt a rendőr differenciáltan döntött el, hogy milyen büntetést fog kiszabni. Ez gyökeresen megváltozott augusztus 1-től. Most már kötött bírságok vannak, amelyben meg van határozva, hogy mely szabályszegésért milyen büntetést kell kiszabni. Például, hogyha valaki nem csatolja be a biztonsági övet, az a lakott területen belül 10, még azon kívül 20, autópályán pedig akár 30000 forintot is kifizethet. Hogyha máshol követi el a szabályszegést a gépjármű vezető, milyen büntetést kapjon? Más a büntetés lakott területen belül, lakott területen kívül, illetve autópályán, autóúton. Ha egy gépjármű vezetőnek nem használja a biztonsági övet, meg közben mobiltelefonál, ezeket a büntetés összegeket össze kell adni, és így kapja meg a büntetését a gépjármű vezető. Fontos szabály az is, hogy ezek a szabályok vonatkoznak az utasokra is, vagyis hogyha egy gépkocsiban az utas sem használja a biztonsági övet, vele szemben is ugyanúgy közigazgatási eljárást kell kezdeményezni. A háromnapos akció során összesen 6 esetben született feljelentés biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. 8 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrei, és 2 személy ellen szabálysértési feljelentést tettek.